Silverstone for the British Grand Prix. It's going to be an exciting afternoon as the teams battle it out for the prize of pole. Silverstone is steeped in racing history, and we can definitely say that every track position will be hotly contested in the next few minutes. Over the last few years, there's been a range of winners from Mercedes, Red Bull and Ferrari. And I think those are the teams we need to look out for again in today's qualifying session. Na nézzük akkor az időmérő edzést itt Silverstone-ban, ami ugye nagyon fontos, hogy jó helyen tudjunk végezni. A pénteki szabad edzésen sikerült egész jól beállítani az autót. Annyi különbséggel csak, hogy mielőtt kimegyek, én még állítok rajta egy kicsit. Hozzá a szárnyon, így, mert nem éreztem olyan stabilnak, de lehet, hogy csak a első nálétunk. Ez jó volt négyesen, és ezt, hát ezt hatosra felveszünk, és akkor így. Szerintem így már jó lesz. It's pretty quiet out on track. We should consider getting out there. Na jönnek ki a többiek is, akkor mi is jöjjünk ki. Néha azért van egy-két FPS drop, amit nem tudok hova tenni. Mondjuk miért csinálja? Most mondjuk 55 FPS-en megy, de valamikor leugrik 17-re, tehát nem értem, hogy ez miért kell. És ez már a live alatt is volt egyébként. Tehát nem mostani keletű a dolog. Na mindegy, csak a pályán ne csinálja. Nice and smooth on your way out, please. We want to save the grip for the flying lap. Make a space and watch for traffic behind you. Nyomunk egy szép óvatos felvezetőkört. Aztán pedig jól odaverünk az üzemanyagnak is, meg a guminak is. Egy gyors köröm. Nagyon akarok többet kijönni. Jól bemelegítjük a gumikat. Na, optimális is a hőmérséklet. Na akkor induljon a ereszdel a hajam. Negyedik hely van kitűzve célul, ha majd meglátjuk, hogy sikerül. De a pénteki szabad edzést nézik, ahol a harmadik helyet sikerült elérni. Akkor talán sikerül megfogni a Merciket. Ez a Beckett és Megetsz kanyar, ez ami nagyon-nagyon
fontos, hogy jól vegyük be. Ez a négy pályás, négy kerekes pálya elhagyás, nem tudom mennyire figyelnek, de annyira nem éri a játék. Hamilton 1.40. És mi nyomunk egy 1.38, 5.75-öt. Na, hát akkor menjünk vissza a boxba. It's Sunday afternoon and that means it's time for Formula One. This week finds us in the lush English countryside as the teams make their final preparations before the start of the British Grand Prix here in Silverstone. The Iceman, Kimi Raikkonen, took pole from under the noses of all his rivals in yesterday's storming qualifying. He'll now want to get the jump on them today, as all eyes look towards the red Ferrari sat at the front of the grid. He's definitely going to be difficult to beat today, but anything can happen, so we'll have to keep a close eye on how this unfolds over the course of the race. McLaren really capitalised on the conditions last time out and made the most of what their car could do on the day. They'll be hoping for a similar points return again today. They've been working on upgrades back at the factory, which they trialled for the first time at the last Grand Prix. It is so satisfying when those upgrades make such a difference to the car performance. Na és akkor itt is vagyunk a futamon. Ugye a rajt előtt sikerült megszerezni a pole pozíciót. Megnézzük a stratégiát, hogy hogy lesz. Lágyjal indulunk, az első megállásnál lágyat rakunk, majd utána kemény keveréket, és ezzel fejezzük be a futamot. Ez nekünk jó is lesz. Úgyhogy egyelőre ugye a pontokat nem a rajthelyekért osztogatják, úgyhogy menjünk a versenyre, és meglátjuk, hogy akkor hogy és mit történnek a dolgok. Na gyerünk! Side on the run down to turn one. Make yourself as wide as possible, robust but fair. Na, Hamilton. Ejj, Bottas is nagyon jól bejött, és Vettel, Rosberg is. Na mi van? Az igen, Alonso lökött ki. Na, ezt majd a külső kamerából fogjuk majd látni. Hogy mi is történt igazából. De nagyon úgy néz ki, hogy gyönyörűen kiraktuk egymást a shoulder ágyba. Na gyerekek, a világbajnoksági tabella szerint 3 pont különbség van köztünk és a Mercedesek között. És jelenleg az utolsó helyen autózunk a csapattársunkkal, Alonsoval. Nagyon kíváncsi leszek majd a visszajátszásra, amit már közben szerintem majd ugye a egymás mellé vetített két képen majd látni is fogunk, hogy hogy mint lesz. Alonsót lenne jó megelőzni, aztán haladni. És jön a megötsz, beketsz, kanyar. Jobb a kigyorsításunk elvileg. Egyforma a tempónk. Na! Kívülről. Nem, azon nagyon ragaszkodik. Nem akarom megint, hogy kilökjük egymást. Gyorsan utolértük egyébként a mezőnyt. Ahhoz képest, hogy megjártuk még a kavics ágyat is. Szinte észhez se tértünk, aztán már is egy körön túl vagyunk. Hát nem így terveztem ezt a futamot így az első helyről, hogy az utolsóra leszek az első kör végén. Ezt innen kell felküzdenünk magunkat. Na,
Alonso, talán itt körbe bírjuk autókázni. Ijjajajajajajaj, Ericsson. Jó, mögöttünk van. Ericsson és Kobayashi a két őrhemmel. Jó. A két őrhemnél jóval gyorsabbak vagyunk. Maldonadoék. Be vannak itt ragadva elég rendesen. Hát ez a Lotus nagyon vérszegény. Verne és Chilton csatáznak itt a 17. helyen. Júj, mekkora sebesség különbség van. Hát igen, ezek Sutilék, Bianchi. Szerintem itt lesz utána a nagy űr. Ijjajajajaj, Bianchi. Bianchinak az autójában is ugye Ferrari motor van. Jó, ne lengettek. Na hát a 14-ek vagyunk egyenlőre. És Román Grozsant kell üldöznünk majd. Most kaptunk DRS-t Bianchi miatt. Alonso még benne van a sűrűjébe, ahogy látom. Grozsanék is el vannak. Gutierrez ezzel így aztán könnyen utol lehetett érni őket, mert egymást sal vannak elfoglalva a csata hevében. Na, Grozsán és Gutierrez. Wow! Jajjajjaj, Grozsán. Gutierrez. Szép. Jaj, Grozsán! Kiraktuk? Nem? Nem. Hát ráfékezett ő is. Mint ahogy Gutierrez is. Nem volt olyan erőszakos. Kvyat a következő. Néztem, a 8. körbe kell majd bejönni gumikér. Hamilton's in first place. Hamilton az első. Negyedik körnek a végén járunk a 26 körös futamból. És nem soká majd kell bejönnünk. Kereket cserélni. Három kör múlva. Közben megfutjuk a egyéni legjobb körünket. Nem volt most forgalom előttünk, aki akadályozott volna. Daniel Kvyat, hát itt... Hát nem olyan simán, de egy kicsit összeértünk, de azért sikerült megelőzni. Megint kapjuk a DRS-t.
és Kevin Magnussen McLaren Mercedes-szel. Illetve Sergio Perez. Érjük utol. Alonso még gyönyörűen beragadt valahova. Jaj, Magnussen. Hát az... Na, megint kapjuk a DRS-t. Na, itt talán külső íven, így van. Megvan Perez is. Hopsz. Pálya elhagyás. Semmi esély az esőre, de azért figyelni kell azért a felhőket majd. 6 kör telt el a 26 körből, és a 9. helyen autózunk. És Jensen Button van előttünk. Üzemanyagunk 1,01-en áll. De rájuk lehet esni. Buttonékra. Ők is el vannak, úgy látom, Hülkenbergen. Cseréltek helyet itt. Nagyon jól betapad egyébként, nagyon-nagyon jól sikerült a beállítás. A gyors kanyarokban is olyan szépen betapad a Ferrari, hogy csak na. Úgy de durva, körbe lehetett autózni a McLarent. Nagyon durva. Nem sok tapadás volt rajta. A Kumi már nekünk se az igazi, de... azért még bírja. Meg hát szeretjük ezt a pályát. Hamilton az első, így a 7. körben. És Daniel Ricciardót kell utolérnünk, aki a 6. Ebben a körben be fogunk jönni akkor egy kerék cserére. Ricciardo 5 másodperccel van előttünk.
is ahead of you. 5 seconds separate you. You're closing in by 7/10 per lap. Button is behind you. A 2 second gap separates you. The pit window is open. Pit window currently open. Egyelőre Ricardo tartja az 5 másodpercet. Pit in. 4,2, most azért hoztunk valamennyit. Na nézzük! Van egyfajta váltás. Na nézzük. Fönn az újabb lágy. 2,5 másodperc, de várni kellett Buttonra és Hülkenbergre. Ajajajajajajajaj. Button már jön is vissza mögöttünk, és Massa van előttünk. Na, még van egy kiállásunk. És a tizedikek vagyunk. Tehát voltak még, akik ugye nem jöttek ki. Right, there's about 3/4 of our starting fuel left in the tank. That's 3/4 of our fuel load remaining. 3/4 üzemanyag még a tankban van. Akkor most már majd felkapcsolunk Richbe. Mercedesek is jönnek majd kifelé. Meg egyelőre nem tudni ugye, hogy vajon ki fog kijönni hamarabb. Na, a friss gumik, illetve a Mix 3-as mód, mindjárt meglátjuk, hogy majd milyen hatással lesz a köridőkre. Egy jó kigyorsítás itt a megötsz és bekötsz után. És Massa egyből csak 4,4-re lesz. Jelenleg Vettel az első. Nem is rossz a Red Bulltól. Tizedik körbe járunk. És többen is a boxban vannak. Ezért tudunk a 7. helyre feljönni. Hát azt a 150-es táblát azt elvittük magunkkal, mondjuk úgy. Nagyon durván. Nézzük Massa. Már lassan itt lesz előttünk. Ezt elnéztük kicsit. De annyira sietek Massa után, hogy utolérjem. Hoppá, Hamilton. Hamilton is rákapcsolt. Na,
ezt meg most megnyomtuk egy kicsit Hamilton idejét. Ezzel a 46-88-al. Még van 30 kg üzemanyagunk. Nagyon jó. Ridge-be vagyunk és másfél mutat, úgyhogy az teljesen jó nekünk. Na remélem nem soká Massát is sikerül azért leelőzni, mondjuk itt ennél a jó kigyorsításnál a megötsz előtt el kéne kapni. Aha, nem mert ezt bevállalni. És Valtteri Bottas lesz a következő. Komolyan úgy érzem magam, mint a régen a Schumacheres korszakban. Akkor volt valami Schumacherrel, történt valami, visszaesett, és aztán átgázolt az egész mezőnyön. Hát most jó forma, ugyanazt történik. Nagyon-nagyon jó a Ferrari. Borzalmasan jól be van állítva, nagyon jó a setup, nagyon jó motor. Hát nézzétek meg, 1.39.795, nagyon-nagyon szuperül van beállítva minden. Szinte mint a dróton húznák annyira. Szépen viselkedik, nagyon jó. A tapadás is, az egyensúly. Nem csúszkál. És Vettel kéne utolélnünk. Hú, Vettel. Mintha lekörözött lenne. Annak valami lett az autójával, nagyon belassult. Az előbb Bottas volt előtte is. Bottas meg nincs sehol. De Vettelnek van valami gond az autóval. Nagyon gyorsan utolért és leelőzte Bottas is. Hamilton, aki vezet. 60% of our starting fuel remains. That's 60% of our starting fuel. Most járunk a verseny felénél, a 13. körbe a 26-ból. És van 60% üzemanyagunk is. Jól állunk benzinügyileg is. Miközben a 4. helyen vagyunk. És Valtteri Bottas a 3. Nagyon szeretnénk elkapni, hogy utána végre rámehessünk az igazi riválisainkra, Rosbergre és Hamiltonra. Mert ők igazán ketten, akik tudják azt a tempót menni, mint mi. A 16. körbe kell majd bejönni. Na Bottas miatt kapunk egy DRS-t. Éppen megy Bottas. Ú, de rosszul gyorsított ki.
us until the window opens. We're gonna put you on the prime tire. Két kör és rakják fel a keményebbik keveréket. Na, 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 na. We're now running at 25 kilos of fuel. That's 25 remaining. 25 kiló üzemanyagunk van még. Igen, van egy baj a gumikkal. Ajajajaj, igen. Na és Bottaszka, visszatámad Bottasz, visszatámad. Tékezve észre se vettük, hogy Bottasz meg... Még a gumika foglalkoskodtunk itt. A Bottasz szépen visszatámadt. Rosberg a második, és akkor ezek szerint Hamilton az első. Csak kérdés, hogy Rosberg mennyire van előttünk. Kicsit már most gány ez a gumi, 10 másodperccel, ajaj. Jön Bottas, megint támad. Igen, 11-re nőtt a különbség. És Rosberg és én köztem, itt ugye Bottas miatt egy rész nagyon szépen támad a kis Finn. Finn a Finn ellen, házi csata. Csak aztán ne úgy ugye, mint Szocsiba. Az gyönyörű. Na, Bottas. De nem zárja le a szöget. Áj, meg kisodródunk mi is. Kicsit túlságosan későn fékezett. Nekem meg már nem tapad be a gumi. Most már ő is le maradt. Egy kicsit egy gumigyilkos ez a párviadal. Rosberg mennyire van? 11-4, tartjuk a 11 másodpercet Rosberggel. Hú, ez a gumi nagyon kukás lesz. Ezek a csaták megették. Igen, a narancssárga. 41.9-es idő. Nem is csoda, hogy kukások lettek a gumik. Most lemaradt Bottas. 12-1-re van Rosberg. Kicsit jobb időket megy most Rosberg, mint én. Okay, here's the fuel situation at the moment. We have 20 kilos remaining. That's 20 kilos. 20 kiló üzemanyagom van, és még 10 kör van hátra a futamból. A 16. körben járunk a 26 körös futamból, amit ugye Hamilton vezet, Rosberg a második, és Räikkönen a harmadik, illetve Bottas a negyedik. De aztán most Vettele az ötödik, az egy jó kérdés. És akkor utána meg a jó tudom, Massa volt a hatodik. Így van körülbelül az első hat. Nagyon-nagyon rossz időket megyünk. Nagyon rosszak a gumik.
jövünk is befelé, hogy ezen orvosolni tudjunk. Szerintem Hamilton is a boxban van, vagy volt. Nagyon gyönyörűen állunk befelé. Srácok felrakták, hátul nincs senki. Most jöhetünk. Sőt, az egész boxban nincs senki. Már nem kell kijönnünk, elvileg, így van. Még eddig senki nem esett ki, mind a 20-an vagyunk versenyben. És a 6. helyre sikerül visszatérnünk. Ricciardo és Vettel közé. Na majd meglátjuk, nem mit tudunk fakítani majd. Már is 5-ek vagyunk. Magnussen van mögöttünk most már. Ricciardo 4 másodperccel van előttünk. De elvileg ő még nem volt kint a boxban. És egyelőre még úgy látom nem is jön ki. Lehet, hogy lesz, aki a lágyat fogja választani a végére. Nem a keményebbi keveréket. Ketten is most jönnek vissza a boxból. Bottas sikerült megelőznünk így a boxban. Itt pedig Marcus Ericssont körözzük le hamarosan. Így a 18. kör tájékán. Ericsson épp hogy meg nem állt előttünk, hogy el tudjon engedni. Nyolc kör van még, illetve nem jól mondom, nyolc kör van még hátra a 26 körös futamból, és a 4. helyen autózunk, Daniel Ricciardo a 3. és a Bottas pedig az 5. Ennyit tudok, és valószínűleg a 2 Mercedes van ugye elő. Kérdés csak az, hogy ki és mennyire van egymástól, illetve hogy mi mennyire vagyunk tőlük. Ha Ricciardo sikerülne megerőzni, akkor ki is derülne. De egyelőre Ricciardo is nagyon szépen megy. És így is azért az utolsó helyről küzdöttük fel magunkat eddig. Na ez is nagyon nagy szó. Itt a rajt utáni kis csetepatéban Alonsoval ketten voltunk a szenvedő alanyai. Majd megtudjuk majd, hogy ki volt, nagyon kíváncsi leszek egyébként. Looks like 15 kg üzemanyagunk van még. És Daniel Ricciardo, még DRS-t is kapunk. Ő nem kap. De tartja velünk a tempót nagyon szépen. Na hát Rosberg a 2.
7 másodpercre van tőlünk Rosberg. Hamilton pedig most érhetett át a célvonalon. Tehát akkor igazából ő sincs annyira messze, körülbelül annyira van, mint amennyire kiestünk úgymond az első körben, tehát az a idő intervallum távolság van meg. Durván egy ilyen 10 másodperc, amit ugye elvesztettünk az első körben. Tehát ha azt vesszük, ez egy eléggé kihegyezett kis csata lett volna, hogy elől maradunk velük. Kobayashi. Ajja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 jj
Igen, nagyon sietnék Rosberg után, pedig szerintem az egyik Marussia lesz. Max Chilton, aki a 16. helyen van, elég jó helyen autózik ahhoz képest Chilton. Szépen lehúzódott az ívről, szinte lemenekült. Rosberg tartja a 7 másodpercet. Még van 6 körünk, hogy valahogy utolérjük Rosberget, és meg tudjuk előzni. Na most kapott egy másodpercet, most így kéne minden körbe. És igazából szét is fogom nyírni ezeket a gumikat, de akkor is valahogy utol kell érni Rosberget. Lehet csak a forgalom miatt volt egyébként Rosberg lassabb. Na látom, van előtte bőven. Adrián Sutil. Nézzük a guminkat. Ajja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 jj
megnézzük. És még azért itt 5 kört ki kéne bírnia. Jó, Sutil elengedett. Kapjuk a DRS-t is. 6,1, nem bírtunk közelebb jönni Rosberghez. Pedig Ridge-be megyünk. És mégsem, Hamilton most ment át a célvonalon. Hát ő se lenne egyébként annyira messze, mert mi meg most megyünk át a célvonalon, tehát hát durván egy 10-es, és most Rosbergen sikerült hozni megint egy másodpercet, illetve egy pár tizedet. Nem is teljesen egy másodpercet. Jaj, de csúszik az autó. Csak nem... Nem, biztos, hogy nem. Azt hiszem, egy pillanatra mondom, remélem nem Alonso-t érem utol, aztán körözöm majd le. De szerintem az csak Bianchi lesz. Az a piros. A másik Marussiával. Na hát 4 kör. Ennyi van még hátra, és jelenleg dobogós helyen autózunk. Így van, az Bianchi lesz, jó van. Tehát dobogós helyen autózunk.
5,4 másodperc Rosberg. Na, nem kaptok jövőre Ferrari motort, ha nem engedsz el. Ahogy, úgy. Na. 4,6, így van, egy másodpercet megint hoztunk. Csak az a baj, hogy három kör van hátra. Üzemanyag 0,72. Az nekünk jó. Ami 10 kg üzemanyag van, az bőven elég lesz. Kicsit a kerék miatt izgulok. Túl melegszik nagyon és elkezdtem csésedni, akkor az nem lesz túl jó. És ugye ebbe a részben már van defekt, tehát el tud durrani a gumi. Jártam már így, sajnos, Ausztráliában. Esteban Gutiérrez. És már a 24. körbe járunk, a 26-ból, ez 3,9-et mutat nekem itt a mérő. Pedig Román Grosjean lesz, aki a 12. És ő előtte megy, Rosberg. Sárga zászló volt, és van is. Valaki elhagyta a pályát? Aja, itt belassultak a kocsik, Verge és Rosberg! Basszus! Huhuhu! Ott a végén volt egy kis kalamajka, Verge és Rosberg akadtak össze, úgy láttam. Na, hát sikerült utolérni Rosberget. Két körül a vége előtt. Gondoltam, hogy felkapcsolt Mix 3-ba Rosberg egyből. Az úgy szép lesz. Hát Hamilton 15-re van, tehát ez... akkor nem annyira van, mint amennyire gondoltam. Itt igazából nem kérdés. Hamiltonnal lett volna a legnagyobb csatánk. Így a kizúgást előtt. Így marad egy Rosberg csata. Igazából, mert nem tudom, hogy fogom tartani. Nagyon jön. Nekem a gumira nagyon kell figyelnem. Ó, basszus. Alig kanyarodik el, és már narancssárga. Nem akar, hogy az utolsó körben történjen valami.
just ahead of Rosberg. Jól van, Rosberg előttünk van. 16-ra van Hamilton. Csúszkál az autó. De szerintem Rosberg autója meg megsérülhetett. Na, egy kör, még egy kör bírjon ki a gumi. Hamilton's pulling away from you by around 5 tenths a lap. 5 tizeddel gyorsabb Hamilton. Rosberg 3 tizeddel volt gyorsabb. És az utolsó körben vagyunk. Az utolsó 5% üzemanyagnál járunk, és Rosberg támad. Hú, mekkora sebesség, különbség. Állj, Rosberg! Visszabírtuk verni a támadást egyenlőre. De nem tapad az autó. Nem tudok kigyorsítani. Kicsit megcsíptük a követ is. Megint jön Rosberg, megint jön Rosberg, megint jön Rosberg. Ah, csak nem jó íven volt, nem bírta volna bevenni a kanyart, ha nem lassít rá. Megjött Becketts kanyar kombináció. Nagyon óvatosan. Oké, ez megvan. Mondjuk kapja a DRS-t. Kapja a DRS-t. Hamilton közben megnyeri. Na csak a gumi bírja ki még ezt az utolsó kanyar kombináció, de innen már be is esek, ha kell. És megvan. Sikerült a második hely. Itt van a második helyért járó kupa. Gyerekek! Fantasztikus futam. Óriás küzdelem. Embertelen körülmény. De az autó nagyon-nagyon jól vizsgázott, úgyhogy le a kalappal. Congratulations to Lewis Hamilton on a wonderful drive today. Éve pedig az eredmény. Underlining his credentials as one of the best British drivers. 6 tized volt. It's been a great day's racing. Köztem és Rosberg között. Deserved that win. Their strategy was spot on. After all this drama, you'd be mad not to join us for the next race. És Alonso is bejön 9-nek egyébként. Ő is szerzett 2 pontot. Úgyhogy így összesen 20 pontot sikerült profitálnunk a csapatnak, és Bianchi is 12. lett például. Nagyon jól ment ahhoz képest a Marussia is. Vettel és Massa esett ki, illetve Chilton kapott egy 5 másodperces büntetést. Szerintem Vettel és Massa összeakadhatott így a végén. De még az is lehet, hogy az elején mennek csak egy kiállást mutat nekem, itt a számítógép. És akkor így nézzük a világbajnoksági tabella állását. Hamilton vezet 154 ponttal, és Räikkönennel a másodikok vagyunk 144-el. 10 pontra nőtt a különbség, Rosberg a harmadik 139-el. Közte és köztem 5 pont különbség van. Majd jön Ricardo, Massa, Bottas, Button, Alonso, Vettel, Magnussen, Hülkenberg, Perez, Vern, Kwiat, Gutierrez. Ja, Gutierrez már nem szerzett pontot. Érve a Maldonado, Grosjean, Bianchi, Kobayashi, Sutil és Chilton, illetve Ericsson. Hát a konstruktőri világbajnokságban, hogyha megnézzük, a Mercedes 293 ponttal vezet, az is jóval stabilabb eredményeket tudnak hozni. Nekünk van 205 pontunk, ez 88 pont ugye, lemaradás, ugye? A Williams vezet 3. 134-jel, a
Red Bull előtt, akinek 131 pontja van. És négy csapat nem szerzett még eddig pontot. Igazából a Lotus, a Sauber, a Marussia és a Caterham. Hát a Lotus az a mély pontját éli meg a 12-es évhez képest, még ugye mondhatjuk talán a 13-ast is, még az is elég jó volt, de ez a 14-es év, ez borzalmasan gyenge, Maldonadoval is, Grosjeannal. És akkor ezekkel a képekkel búcsúznék, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, lájkoljátok a videókat. Ez a kicsúszás, ezt nem tudom egyszerűen megszokni. De ahhoz képest szépen feljöttünk, hogy nem is volt ez annyira rossz. Na, szóval lájkoljátok a videót, osszátok meg, és nyugodtan iratkozzatok fel, mind a Facebook csoportra, mind pedig itt a YouTube csatornán. Legyetek jók, sziasztok!